Sziasztok! Ez itt a Greencut és DIY. Folytatjuk sorozatunkat, hogyan működik és mi romolhat el benne címmel. Mint ez látható, egy mosógép van mellettem, és egy kicsit elmerülünk a mosógépben, hogy vajon mi baja lehet. Amikor fölhívjuk a szerelőt, az első kérdés, hogy a készülékünk milyen hibát produkál. Ha az a készülék zörög, csattog, esetleg zakatol, akkor bizony ki sem jön a szerelő a legtöbb esetben, mert azt mondja, hogy a készülék csapágyas, javíthatatlan és mi egyéb. De hogy miért fordulhat ez elő, hogy egy viszonylag drága mosógépet legyártanak úgy, hogy egyszerűen javíthatatlan, mert összeragasztják azt a dobot, amelyben a mosás végződik, így aztán az nem szétszedhető, csapágyak nem cserélhetők benne, és nem igazán tudunk vele mit csinálni. Ez nem egy drága fajta mosógép, ami itt van mellettünk, bár úgy néz ki, mintha új lenne, de már is kidobva végezte. Valami hasonló gondja lehet, hiszen ha megzörgetjük a dobot, akkor az kotyog benne, így aztán itt az ideje, hogy mint egy rossz gyerek karácsonykor szétszedjük az ajándékunkat, nézzünk bele, hogy vajon mi lehet ezzel a gond, és valóban ezt a készüléket lehetetlen-e javítani, avagy mit tudunk vele kezdeni, ha ilyen gondunk támad. Hiszen a legfontosabb dolog egy mosógépnél, hogy legalább a belseje forogjon, de miután ez ezt nem teszi, vagy ha teszi is valószínűleg igen hangosan, ezért érdemes megtudni, hogy tényleg javítható-e, és ilyen könnyen lemondjunk róla, vagy megpróbálhatjuk mi magunk egy kicsit rendbehozni az eféle készülékeket. Első lépésként levesszük a tetejét, és lássuk, mit is találunk benne. A viszonylag zárt doboz arra enged következtetni, hogy ez csak előről lehet ezt a készüléket szétszedni, így aztán indul az elejének a leszerelése. Igen, csak útban van a mosópor adagoló, ezt kiszedjük. Viszonylag egyszerűen sikerült levenni az elejét. Azt hiszem most már látszik, hogy elég nagy a baj, hiszen a dob szabadon mozog a belsejében, semmi nem tartja. Meglepő módon egy szerencsés konstrukció, hiszen a dob szétszedhető. A legtöbb esetben ez manapság ragasztott, viszont itt körben csavarokat látunk, ami azt jelenti, hogy szét tudjuk szedni. Persze így, hogy leszakadt a dob belseje, nem biztos, hogy javítható. A mosódob elejét körben csavarok tartják, ezt levesszük, így már bele is tudunk látni, hiszen ekkor derül ki, hogy javítható-e. Thank you.
Azt hiszem, a látvány magáért beszél, a mosógép cafatokban, de kiderült, hogy mi a baja, és bizony nem a vízkő tette tönkre, mint ez várható volt, hanem a dob, ami rozsdamentes anyagból készült, olyan tartókat tartalmaz, amelyek már nem rozsdamentes anyagból készültek, konkrétan azt hiszem alumíniumból, ezt a mosószer megtámadta, és íme az eredmény, kiesett a közepe, és innentől a dob nem tud hajtani, és nem csapágyas a gépünk, hanem egyszerűen leszakadt róla a dob. Ez egyébként a lötyögéséből következett is, hogy nagyon lötyögött, azt gondoltam, vagy nagyon csapágyas, hát, vagy íme az eredmény, ez van. Úgyhogy amíg egy másik ilyenünk nincs tengellyel együtt, addig ez a gép javíthatatlan. És bár szerencse, hogy szétszedhető a dob, ami egy nagyon nagy dolog, és ritka manapság, hogy ez előforduljon, ennél szétszedhető, de itt van más hiba. Úgyhogy nem tudni, hogy hogyan következett ez be, lehet, hogy olyan fajta mosószert használtak, de az is lehet, hogy a legtöbbnél ez előfordul, ezt nem ismerjük, ezt a hibát. Ennek ellenére ezt a gépet kijelenthetjük, hogy nem javítható, annak ellenére, hogy minden része tökéletesen működik, bizony, ez tönkrement. Úgyhogy azt tudnám mondani, ha ennyire egyértelműen mozog a mosógépünkben a dob, akkor nagyjából valószínű, hogy már szét sem érdemes szedni, hiszen erre az eredményre juthatunk, nem nagyon fogunk tudni vele mit kezdeni. Kizártnak tartom, hogy kapható lenne ez a kis tartó, hiszen ez itt szegecselve vagy csavarozva még bontható lenne, de nem tudom, létezik-e ilyen. Úgyhogy ha fölülről belenézünk, és azt látjuk, hogy a dob szétszedhető, ez még nem garancia arra, hogy javítható, viszont nagy eséllyel innentől kezdve javítható. Hát, ha valaki tud abban segíteni, hogy honnan szerezzünk ilyet, akkor megköszönjük, és megpróbáljuk megjavítani, megígérem. Ennyi volt mára, ennyit szerettünk volna mutatni. Ha tetszett, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, ne felejtsétek el a csengő nyomógombot megnyomni, mert csak akkor jelzi, hogy van új videónk. Sziasztok!